Tiszteltel és szeretettel köszöntök mindenkit Budapesten, és bár énekeltünk korábban mantrát, azért mondjuk el az ómnámot közösen, papírlapodat tedd le, ne zörögjél vele. Egyetlán tedd úgy, hogy ne kelljen hozzá nyúlnod, szép nagy van. Közösen, hétszer. Oh. Köszönöm szépen. Egy olyan szerkezetről fogunk most beszélni, amely mi magunk vagyunk. Ez a test és a lélek kontinuum, és ezt egy eredeti formában megtalálhatjátok a zen iránytű rövid kiadásában. Ez a csak tudattan és a karmatana, és ezt ebben a formájában én egy picit más alakra hoztam azért, hogy az európai struktúrákkal picit rokonabb legyen, és könnyebben láss és navigálj benne. Alapdolog, hogyha nem értjük, hogy kik vagyunk, és nem ismerjük a pszichofizikumunkat, akkor nem tudunk előrelépni. Tehát alapvető tudás kell ahhoz, hogy kik vagyunk így a születettség, a teremtettség terén, hogy mint teremtő felléphessünk, hogy a teremtőségünk Birtokába léphessünk, és mindaddig, amíg ezt nem ismerjük, addig sem tényleges szabadság és tényleges felelősségvállalás nincs, mert téves nézetekkel bírunk, és helytelen ismeretekkel rendelkezünk magunkat, a másik embert és a világot illetően. Hogyha megnézed az ábrát, a legalján van az öt érzékszerv, eh, ahogy haladunk fölfelé, az anyagi, érzékszervi, utána az energetikai, lelki, és utána pedig a szellemi következik. Ez a trigunában, a hármas megkülönböztetésben az indiai alapfilozófia szerint a tamasz, a rajasz és a szatva. Tehát amikor te az anyagi testedet működteted, akkor itt ezen a földön érzékszervi síkon elkezdesz csatornákat nyitni, vagy tapasztalni, és az öt érzékszerv, azaz az öt indria, ez a tradicionális öt érzékszervi csatorna, látás-hallás-szaglás-tapintás-ízlelés. Viszont plusz egyként a gondolkodást odavettem, amelyben az érzelmek így azért benne foglaltatnak, de nincsenek külön kifejtve, mint érzelmi csatorna, mert például a gyermekben, ahol ez nagyon-nagyon erős, ott ez nem válik ketté. Ha megnézed a gyereknél a gondolatok és az érzelmek, azok teljesen össze vannak gyógyítva. Viszont azért nem a fogalmi gondolkodásnál van ennek a megjelenése, hanem az érzékeléstnél, mert hogyha nulla és három éves kor között akár saját gyerek, akár leasingelt, akár meglátogatott gyerek így tartósan a társaságodban volt, akkor észrevehetted, hogy a gyerek érzékeli a gondolatokat anélkül, hogy fogalmat tudna alkotni. És ez egy kőkemény realitás. Tudja ezt érzelmi mezővel, tudja ezt vagy gondolati frekvenciával, és úgy, hogy zéró fogalom, és minden jelentéstartalom átmegy. A fogalmi is átmegy, és az érzelmi is átmegy. Akik bármiféle mező alapú terápiával foglalkoznak, a családállítástól, a pszichodrámán át, bármiféle. Pontosan tudják, hogy ez a mező hogy tud fogalmak nélkül közlekedni. A zenben ez a tudattól tudatig való átadás. És az az érdekes, hogy amikor megtanulunk fogalmazni, tehát kettő és három éves korunk között, azért elég sok fogalmat ráakasztunk a valóságra. A gyerek érzékeli, hogy ez micsoda, de nem mondjak, hogy bot. Tudja, hogy hogy működik Benedek már csinált vele ilyet, de nem tudja, hogy bot. Látta az apjától, és utánozta. Tehát az, amikor az érzékszerű valóságot mi tudomásul vesszük, az még a fogalmiság előtt van, és ez a belső érzékeléseinkre is vonatkozik, gondolatokra és érzelmekre. Azért kell ezt ennyire kihangsúlyozni, mert ahogy kialakul a fogalmi gondolkodás, úgy kialakul az első metaréteg a világon, amit nem veszel észre. Senki nem tanítja meg neked, hogy az ég nem mondja, hogy kék. Te mondod, hogy kék. Adottnak vesszük, mint hogyha ez nekünk evidens lenne, inherens lenne, és elfelejtjük azt a mentális teremtést, hogy ezt az objektumot magyarul mi nevezzük botnak. Tehát ez a fajta aktus, beszédaktus, ez annyira spontán, reflexzerű, kondicionált, hogy tudattalanná válik. Nem tudatos. És így az elmeműködésünk, a manasz, amelyik ezt elkezdi duálisan rendezni, elkezdi vizsgálni, hogy ez nekem jó-e vagy rossz, támogat, semleges vagy veszélyeztet a manasz, mint egyfajta nullákra és egyekre bontott realitás, elkezdi legyártani azt a következő réteget a fogalmiságon túl, amely még egy fátyol a valóságon, ez pedig az önkép. Tehát a manasznak egy speciális funkciója az ahamkára, amely az én csináló, az én képzetét megteremti. És mihelyt az én képzet megjelent, abban a pillanatban a világ szétbomlott múltra, jelenre, jövőre, teremtésre, megtartásra, pusztításra, pertisztításra, és beáll az az elmeműködés, amely az emlékezet segítségével egy olyan narratívát csinál a nap 24 órájában, másodpercenként 24 képkockával, amit elhiszel. Elhiszel, és nem illúziónak, teremtett valóságnak látod, hanem tőled függetlenül létrehozott, valahogy a világ létrejött, és számodra determinisztikus valóságnak, és nem veszed észre a saját tested és lelked, elméd és tudatod működését. Innen származnak a téves nézeteink. Azonosulunk az önképpel, amit az ahamkára létrehoz, azon az alapon, hogy a valóság általad érzékelt része számodra teremtő, megtartó vagy pusztító, támogató, semleges vagy veszélyes. Ez az a film, amit éjjel-nappal, ébren és álomban nézünk, és elhisszük. Honnan tudod, hogy elhitted, hogy azonosultál vele? És az azonosulásnak mi a csalhatatlan nyoma? A reaktív tudat. Hát helyt kialakult a fix állandó önkép képzete, azon nyomban abból a nézőpontból te reagálsz. Szeretlek, nem szeretlek. Kell lesz, nem kell lesz. Veszélyes, szerencsés. És nem úgy látjuk a világot, ahogy van a maga ilyenségében, hanem állandóan hullámzunk a jó és a rossz, az én és a más, a kellemes és a kellemetlen között, több rétegű hullámsávot létrehozva ezzel, ezáltal lefedve a tudatunk tükrét. Miért? Vázolom ennek a pszichofizikumnak egy nagyon érdekes működését, amely a tudatos és tudattalan elme. Ma ide jött mindenki, abban a reményben, hogy darmabeszédet beszédet hall. Lehettek korábbi elvárásaid, reményeid és félelmeid, miért elkezdődik a darmabeszéd, beszéd, ez elkezd belül működni. Azt hallom, amit akarok? azt hallom, amit nem szeretnék. Nekem szól, másnak szól, de egy biztos, erről a botról akkor elfeledkezel. Tehát nem látod ezt a botot, csak engem hallasz, és az emlékeid elkezdenek kölcsönhatni a beszéddel. Meglátod ezt a botot, mert most a kezembe vettem. Kijöttél legalább két-három metarétekből, és közvetlenül ezt a valóságot tapasztalod, és esetleg várod, hogy üt vele? Mikor? Engem? Mást? A padlót? Hogy lesz ez? És a vizuális tudatosságod látja, hogy ez barna. Az emlékedet ugye használva tudod, hogy ezt már láttad korábban legalább videón. Összehasonlítod vele, és ez ugyanaz a zembot számodra, mint amit láttál a videón, mondjuk két héttel, három héttel ezelőtt és elfelejted, hogy a három héttel ezelőtt látott videó, az lehet, hogy már fél éves. És fél év alatt ez az endbord lehet, hogy száradt annyit, hogy egy milliméterrel rövidebb lett. Tehát nem vesszük tudomásul azt, hogy csak ez a pillanat a realitás, minden más, ami a kontinumban benne van, már változott. A manasz az megmondja neked, hogy az érzékelt zenbot számodra rövid vagy hosszú, jó vagy rossz, Túl közel van, vagy nagyon távol van. Most biztonságban vagytok az ajtó mellett. Az Aham az megállapítja, hogy ez nem a tezen botod. Énség szempontjából. De jó lenne. Milyen lenne, ha nekem is lenne egy ilyen? Megütném vele akkor esetleg az M mestert. Hogy lenne ez? Esetleg az én botom hosszabb lenne, mint az övé? Na, ez mind az Aham, ez mind az én. És amit az én egyszer a polaritásával megcímzett, hogy jó, rossz, rövid, hosszú, enyém másé, abban a pillanatban bement a tárháztudatba, az Álajavizsgnánába, amely egy hatalmas, nagy háttértár. Olyan, a legnagyobb SSD vagy merevlemez vagy szalagos tároló. Minden ott van, amit te valaha megcímeztél duálisan. Tehát ha neked valami jó volt, vagy rossz volt, énes volt, vagy éntelen volt, és ezt te megcímezted, abban a pillanatban az állajának a megfelelő helyére, a polcra oda megy, és hogyha egy újabb érzékszervi hatás ér, akkor az a jel előjön. Ezt hívják vu-nek. Tehát ez egy sima emlékezet, mert láttad, hogy ez videón itt fordult elő, templomban ott fordult elő, vidéken ott fordult elő, tehát tudod visszanyitani, mert megvan az emlék két végpontja, a múlt és a jelen pillanat. Amikor a múltbéli végpont nincs meg, akkor van egy olyan déjà hogy nem tudod hol, mikor, kivel, de ezt már tapasztaltad. Az állaja vizsnána az a hatalmas tárháztudat, ami a tudattalanod, és nem ér véget a test határainál. A tudattalan mindaz, amit te nem a tudatos énetként érzékelsz. Legyen az a belső univerzumodban, és legyen az a külső térben. Honnan tudod, hogy ekközött közlekedés van? Hát, ha az ébrenléti állapotból nem, akkor az álmaidból. De maradjunk csak az ébrenlét kőkemény pszichológiai realitásánál, hogyha neked van egy nagyon csúnya, elnyomott tudattartalmad, legyen az egy kapcsolati probléma, ahol te úgy érezted, hogy alul maradtál, és ezt lenyomod a tudat küszöb alá, egyszerűen körpályára küldöd a karmádat, és különböző alakokban, de ez a karma szembe fog jönni veled, és eléd dobja ugyanazt a problémát analóg módon, nem copy-paste módon, amit te szíveskedtél elfolytani magadban. Tehát az univerzumban ez szembe jön. Miért? Mert az emberi lény nem kerülheti el a tudatosodás útját. Miért? Mert ki azt, hogy én. Nekünk itt a homlokcsakra nyitott lett annyira, hogy egy tudatos, a világról leválasztott én fogalommal rendelkezünk, ez az ahamkárának a műve, az én csinálónak a műve. És amikor ez az énség elkezd tudatos és tudattalan karmát gyártani, akkor a tudattalannyával szépen belép az univerzumba, és körpályára állítja a megoldatlanságait. Az örömeit is, csak hát az egy kicsit nehezebb szembe találni ismét, de ami nagyon kemény volt, nagyon, forró, félelmetes, borzalmas volt, félelmetes, azt sokkal jobban. Miért? Abban nagyobb energiát teszel. Miért teszel a túlélésbe nagyobb energiát, mint a teremtésbe? Tehát az örömben sokkal kevesebb ismétlendő van, mert könnyebben jön. Tehát a hindu kultúrában Brahma, a teremtő, alig pár templommal rendelkezik Indiában. Nem sok van. Egy kezem meg tudom számolni. Miért? A teremtés az elég jól megy. Nézd, 8 milliárdan vagyunk. Megy a teremtés. Nem is tudjuk megállítani, sehogy. Nem is akarjuk. A megtartás, Vishnu templom nagyon sok van, tehát nagyon nehezen tudjuk megtartani a helyesen teremtett realitást is, és a helytelen is olyan, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, viszont a, a fájdalmas birtoklás, a traumák maradása az viszont már a siva, a tisztító-pusztító aspektus dolga. Na, ebből van a legtöbb. Tehát a siva az tisztít, hogyha a karmáthoz nem ragaszkodsz és nem azonosulsz vele, de ha ragaszkodsz a karmádhoz, és azonosulsz az önképpeddel, akkor siva pusztít. Hát ezért szoktam mondani, tessék szíves a felmosó rongy megfelelő oldalán lenni. Hogyha lustaf a felőli oldalán vagy, nincs pumukli, nincs pörgős vödör, régi jó rendszer, te csináltad. Oké? Okay? Tehát, hogyha a felmosó és a nyél között vagy, akkor rendben van. Hogyha a felmosó és a padló között vagy, az nincs rendben. Akkor pusztulsz. Hogyha tisztulsz, akkor tiéd a sívasakti, az a fajta lényegiség, amit a tisztulás által, a nem azonosulás által tapasztalhatsz, és akkor tükörből látod az egész világot, és ez a tükör üres, te nem vagy benne. Tehát a tükör az nem egy alternatív személyiség, nem egy felsőbb én, mert akkor kettő darab éned lenne, egy tükörszerű, meg egy hullámszerű. Egy aham, amelyik állandóan, a kis szeretem, nem szeretem dualitásait szórja, és aztán lenne egy olyan éned, amelyik olyan nagyon magas, és nagyon szép, és esetleg szakálla is van, vagy többféle női alakja is van, és ezer szemes és ezer keze. Na most a buddha azt találta meg, hogy ez a minőség nem én. Nem énes, nem köthető semmilyen személyhez, mert mindegyikünkben megvan. Ezt hívjuk buddha természetnek, vagy a felébredés potenciájának, vagy nevezhetjük üres tükörnek, és amit ott fönt látsz a mihez kérdés alatt, az rengeteg olyan definíció, amit azért évezredek hagyományai munkáltak ki. Mi a kapcsolata a te pszichofizikumod és ezen minőség alatt, ami a mihez kérdésre válaszol, mint tapasztalás? A látás maga. Ezt hívják vigyának, és a látás által érsz el az önvalóhoz, azt ki a igaz útnak, igaz természetnek nevezték, a buddhizmusban felébredés és megvilágosodás a megfelelő fogalom, és akkor, hogyha te megfelelő meditációt gyakorolsz, akkor az ahamkárát a maga dualitásában leállítod, a háromféle aspektus nem jelenik meg, a háromféle minőség nem jelenik meg, tehát Brahma, Vishnu, Shiva és a Szatva, Rajas, Tamas pihennek. Nem hozod létre őket. Ezek annyira alapminőségek, hogy nem hisszük el, hogy így is lehet. Hogy a tiszta ilyenséggel is lehet. Pedig ha eléred ezt a pontot, akkor hogy eredetileg semmi sincs. És az eredetileg semmi sincs, a nem név és nem forma állapota, ez az, ami tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör ezért adunk tiszteletet a butháknak, a pátriárkáknak és az egész hagyománynak, mert 2565 és fél éve ezt az utat lehet követni. Nem muszáj, nem könnyű, ha nem neked való, ne csináld. De ha keresztül rágtad magad a saját szemét dombodon, akkor esetleg látod, hogy lehet másképp is élni és halni. Lehet más minőségben kapcsolódni, építeni, megtartani és lebontani. Tehát a meditációnak az a dolga, hogy a manasz, az ahamkára és az állaja vizsgálna akaratlagos tevékenységét kikapcsolja. Tehát leáll a duális motor, de megmarad az érzékelés. Megmarad a tiszta érzékelés, már a vizsgánát is lekapcsolod, hogy meditációban nem mondod azt, hogy padló, 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 Hello! Ébresztő! Padló, padló. De akkor gond van. Tehát nem tudtad a vizsgálát kikapcsolni. Azt sem mondod, hogy barna. De nem minős. Barna. Szép padló. Jó padló. Tehát semmi ilyesmi nincs. Kikapcsoltad a fogalmi gondolkodás, a dualitás, van az, én alkotó, a hamkára, és az állaja vizsgál, mint emlékezés, múltban turkálás, probléma megoldás, akaratlagos tevékenységét, na hölgyem és öröm, ezért gyakorlunk. Ezért van a leborulás, az éneklés és az ülés, hogy te a saját önképedet rakt ki az útból. Tehát drágalátos énségünk a legnagyobb lehetőség, legnagyobb kötelesség, legnagyobb akadály, minden, csak nem az önvaló. Hát amikor a saját önképedet kiraktad a kontinuumból, akkor látod, hogy az ég kék és a fű zöld. És ehhez a te minősítésed, énséged, ítéletalkotásod, na az mind nem kell. Az nem kell. Ezért mondja az egyik tanító költemény, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Ez egy nagyon diszkrét fogalmazása annak, hogy a véleményedre nincs szükség, az enyémre sincs. Ez az univerzum vélemény nélkül már teljes, úgy, ahogy van sajtószabadsággal együtt, véleménynyilvánítási szabadsággal együtt csinálj azt, amit akarsz, nyugodtan. De ez az univerzum nem kérte, hogy te minősítsd. A fa nem lesz attól boldogabb, hogy azt mondta, hogy zöld a levelet. Tudod, hogy ez milyen klorofil tevékenység? Hogy ez milyen jó dolog? És megkérlek, milyen kicsikét csökkentsd a légköri feszültséget. Nincs ilyen, a fa akkor is két évgyűrűt hoz mérsékelt égövben, ha te ezt szereted, és akkor is két évgyűrűt, ha ezt nem szereted. Egy világos barnát, meg egy sötét barnát. Kész. Tehát a meditáció azt jelenti, hogy elkezdünk tisztán látni, hogy az érzékszervi tevékenység passzívan megmarad, nem nézünk körül, nem szaglászunk körül, nem tapogatunk körül, de megmarad, mint egy őrlángon, mert nem a barlangban vagyunk három év, három hónap, három napra egy teljes szamádiba ledugózva, hanem marad passzívan az érzékszervi csatornák nyitottsága, azért, hogyha hallod a csukpit, akkor ébredj föl, hogy vége a meditációnak, és kiszeded az orrodat a padlóból. Kiderült, hogy aludtál. Nyugodtan kacag, de ha eljössz intenzív fétre, akkor megtapasztalod, hogy az milyen amikor ezt a tárgyatlan tudatot, ezt az éberséget hogy üveghangra kiúzatjuk, itt, a, itt kétféle mosoly van, egy naív, meg egy rutinos. Tehát aki már, aki már rutinosan mosolyog, az tudja, hogy a homlok lebenyed, és a padló nem biztos, hogy különbözik éjfélkor. Nagyon komoly. Miért? Azért gyakorlunk, hogy ezt az éber, tiszta, térszerű, tükörszerű tudatot a maga leg hitelesebb valóságában tapasztaljuk meg, ahol ki van iktatva a fogalomalkotás, a dualitás, az én csinálás, az emlékekben való vájkálás, és itt az emlékek, ez is érdekes lehet számodra, a jövőt is magában foglalja. Amikor az elme kikapcsolja a maga én csinálását, könnyen tud olyan kontinuumba belépni, ahol a múlt, a jelen és a jövő egyaránt látszik. Hogyan látszhat a jövőből bármi? Bevezetjük az úgynevezett Prarabda-karma fogalmát, az a karma, amelyik mindenképp bekövetkezik. Most, akik ilyen tudatszinten voltak, hogy ezt meglátták, azokat hívták profétáknak, Jósoknak, egyebeknek. Nekünk erre nincs szükségünk, az nem erre gyúrunk, melléktermékként megjelenhet az, hogy beszüremlik valami, ami az okozatiság síkján elkerülhetetlen. És neked nem az a dolgod, hogy te ebbe fejest ugor, hanem nézd meg azt, hogy ez a karma így kell, vagy nem így kell. Ne gálmodod azt, hogy téged el fog ütni az autó. Ez így kell? Hát valószínűleg nem. Akkor nézd meg azt, hogy ezt milyen körülmények között tudod megváltoztatni. Tehát minden karma, ami megjelenik ebben a kontinuumban, hogy test és lélek, érzékelés, fogalomalkotás, dualizálás, én csinálás, emlékezés és megint érzékelés, ez relatív. Relatív, tehát nem abszolút. Nincs kőbevésve, hanem keletkezik, marad és megszűnik bizonyos körülmények között. És ha te megváltoztatod a körülményeket, megváltoztattad a karmádat is. És mi a legnagyobb körülmény? Az önképed. Amikor az önképed elkezd így oszlani, akkor rájössz arra, hogy te enélkül is nagyon-nagyon jó meg vagy. Nem kell magadat állandóan tételezni, és vételezni, és statisztikával strigulázni, és állandóan önközpontúan gondolkodni. És akkor az önkép elkezd egy picikét úgy, hm, picikét porhanyósabbá válni, és, így, hú, és szét tud szóródni a szélben. Honnan veszed észre, a tényleges személyiséged jobban működik? Tehát az ego kérged, az a fix önkép morzsákból van összerakva, de betonkeményen, aminek te úgy hiszed magad, hogy csak ez lehetek, csak ez maradhatok. Azért vagyok ilyen, mert apám és anyám ilyen. Érted? Ez mind az abszolútnak vett karma illúziója. És hogyha te meglátod a karma önálló lét nélküliségét, beleértve az önképed önálló lét nélküliségét, a kölcsönös függést, a múlandóságot és a tökéletlenséget, akkor tudsz igazából a változás útján elindulni. Amíg te csak itt fésülgeted a fejedet, meg maszkírozod a, az arcodat, hogy te jó buddhista légy, és ezáltal még sikeresebb, meg még jobb, meg még szebb, meg még gazdagabb, meg még, 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 addig az önképedet vastagítod. Értjük? Teljesen ellenirányba megy, mint a hagyomány eredeti célja. Ez is mutatja, hogy a hagyomány is üresség természetű. Arra használod, amire éppen akarod. És hogy mire használjuk, ezt jelölik ki a bóthiszatva fogadalmak. Azok nem ilyen pántlikák a gyakorlat után, hogy megtörlöd meditációtól, izzad, homlokodat, és utána errebeged és mész haza. Ez azért van, hogy az elképesztő energia, ami felszabadul, az megfelelő irányba menjen. Miért? Az önképed nagyon komoly információ tartalommal bír. Honnan veszed észre, hogy amikor elkezd egy picikét lazulni ez az információ kötöttség, a ragaszkodás, az azonosulás, rengeteg energia szabadul föl. Hogyha sok energia van, akkor abban sok információ is van. Ez az alap. Ez az, ahogy ez az entrópiába ágyazott világ működik. Mihelyt az önképed elkezd oszlani, és közeledsz élményben az önvaló felé, rengeteg energia jelenik meg. Mit fogsz ezzel csinálni? Általában gyorsan elpazaroljuk. Gyorsan beruházzuk valami hülyeségbe. Újból meghempergünk abban a sárban, ahonnan sikerült kijönni, és boldogan lobogtatjuk a valamelyik ruhadarabunkat, hogy az fehér maradt. És azon nyomban vissza, de csak azért, hogy az életélmény meglegyen. Honnan veszed észre, hogy az önkép elkezd oszlani, és a mindig jelenlévő önvaló felé közelítesz, hogy egyszerűbb és tisztább lesz az élet, egyre kevesebb hibát követsz el, és te ezt nem minősíted, nem veregeted magadat vállon, hogy ó, hogy én mennyire éntelen lettem. Ó, hogy én a gyakorló önmagában mennyivel szerényebb vagyok, mint tegnap előtt, ugye? Tehát ezeket a hibákat nem követjük el, itt mindenki tudja már, hogy nincs jó vagy rossz meditáció, csak elvégzett vagy el nem végzett gyakorlat. Ennyi. Tehát, hogyha te a poklok poklát, vagy a mennyek mennyországát éled át a matracon, ez mind irreleváns. Az a kérdés, hogy a kicsi fenekedet letetted -e a matracra, és az előre eldöntött 30-40 vagy 50 percig ottan tartottad el és utána pedig törekedtél é belül a tiszta tudat elérésére, az, hogy te melyik irányban estél le a lóról, az mindegy. Hogy te úgy estél éle, hogy jónak minősítetted a meditációnak maflás jobbról, rossznak minősítetted a meditáció maflás balról, mindegy, abban a pillanatban leestél a pillanatról, és tessék szíves visszamászni ahhoz, hogy a padló barna, az ég kék, és jó füllet párás pesti levegő van. Ez a mi pillanatélményünk. És hogyha ehhez a realitáshoz te nagyon közel kerülsz, vagy et, et, ne, ne talán te egyéválsz vele, mert a zen, mint gyána, az az egyéválás útja, akkor az önképed legalább egy pillanatra teljesen eltűnt, az információ tartalmad a minimális nulla felé közelít, és így az energiatartalmad a maximális felé. Oké? Okay? Ez az, amikor az önkép az szinte teljesen megszűnt, töredék százalékban maradt, és az önvaló élménye az közel százszázalékossá, vagy egy pillanatra százszázalékossá vált. Ez az az érzés, amikor a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik, és az óceánságát megéli, aztán visszatér nyugodtan a csepségébe, mert tudja, hogy ő egyébként óceántudatosság, de azt a csepp létét azt most ő elvállalja, és az avatárját szépen kifejleszti, életprogramját végigcsinálja, felelősségeit vállalja, szabadságával óvatosan él, mert már rálátott arra, hogy ez az egész hogy működik. Oké? Okay? Úgyhogy nagyon tessék uh, figyelni a zent, mert uh, itt pontosan a radikális és hirtelennek nevezett út miatt egyetlen egy ütéssel az önképed egy pillanatra meg tud szűnni, és ezt abból veszed észre, hogy a koanin termén az intuíciót szikrázik. Az önvalónk közvetlen megnyilatkozása, primér működése az az intuíció. Amikor a válasz ebből a tiszta tükörszerű tudatból jön, ahol nincs énség, nincs dualitás. És amikor ez történik, akkor az önvalód működik úgy, hogy te világos, hogy nem tudsz róla, mert ami tud róla, az már az éned. Tehát ez a spontán, az okozatisággal összhangban lévő, az illatlan törvényeket száz százalékig követő működés, amelyről te nem tudsz, de éled, tapasztalod. Azt tudod, hogyha letérsz az útról, mert azon nyomban bejelesz, hogy jobbra vagy balra eltértem. Ezért szoktam mondani, hogy a manasz az akkor működik jól, ha szolgál valami nagyobbat, mint az aham önmaga, mint a saját öntudata. És ez mi? Ez az a bódhi tudat, ami az emberi személyiségben az önvaló tapasztalatának a lenyomata. Tehát, ha te gyakorolsz, akkor a gyakorlásod közvetlen tapasztalása a személyiségedben nyomot hagy. A probléma akkor van, ha ezt az AHAM szintjére leviszed, és azt mondod, hogy én most ilyen és ilyen világos tudattal rendelkezem. Én vagy más nem rendelkezik világos tudattal. Tehát ez az AHAM szintjén a gyakorlás tapasztalása. A buthi, ami az önvalónak a nagykövete a személyiségedben, az csak viszi a pillanat tisztaságát, százszázalékosságát, és soha, de soha nem engedi, hogy téves azonosulások, hamis nézetek, ismét a hatalmatba kerítsenek. Tehát, hogy az aham az abszolút legyen, abszolút önképet gyárts le megint. Tehát az a fajta megosztás, amit itt látsz, a buddhi,. Az a része a személyiségednek, amely a tiszta tükör tapasztalatából származik, amely már nem azonosul többet soha semmivel. Az aham az a relatív énség, amely már nem abszolút, mert látta, hogy az egó burkot az feketörni megtette, egészségesen lélegző személyiségé vált. És a manasz pedig egy olyan szolgálattevő elme, amelyik nem hiszi azt, hogy a világ csak nullákból és egyekből áll. Tehát ahol a manasz uralkodik, lásd, racionális tudat, ott az van, hogy csak nulla meg egy. Akkor a matek a világnyelv, érted? És akkor mindent le lehet vezetni számokkal. Hát azért, azért talán nem. Jó? Ahol az aham az uralkodó, ott minden csak énségből áll. Én-énem, másik énje, többségi én, 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 kicsi én, nagy én. A buddhi az akkor működik, amikor ezt, mint tapasztalást, soha nem felejted el. Mindig ott van, és nem elkülönülten a világtól, hanem mint a tapasztalásod alapja, mint a tiszta pillanatnak a működése. Tehát ezért van az, hogy az ébredés az az önkép szükségszerű feloldásával jár. Azért hogy az önvalóval való egyévállás tapasztalatát átéld. És hogy ez kicsit durran, nagyot durran, fokozatos, hirtelen, életre szóló vagy egyésszakás kaland, ez mindegy. Az a fontos, hogy meglegyen az a tapasztalás, amit te nem felejtesz el. És hogyha ebben a felejthetetlenben segíthetek, akkor várom szeretettel a kérdéseiteket. Ott, vannak ismerőseim, akiktől, akikkel igyekszem az együttérzést gyakorolni, viszont van, hogy félek tőlük konkrétan, mert szerintem olyat szeretnének teremtetni általam, amit, ami nem, nekem nem feltétlenül jó. Nyíltan vagy manipulálnak? Manipulálva. Hagydott őket? Az egyikkel egy sport Helyre járok, és uh, szóval muszáj vele találkozni. Most én mit csinálok? Itt vagy. Nem csak a szemedbe nézek. Most mit csinálok? Elnézek a vállat fölött a semmibe. Mikor vette le észre? Amikor a szemedbe néztem. Így van? Tehát gyakorold azt, hogy az ilyen sportást elnézel a vállat fölött a semmibe. És kész. Tehát nem követed senkinek a manipulatív tudatát. Pont. Rossz hiszemű emberrel nem válasz közösséget. Okay? Akkor nem is érzek vele együtt. De ez az igazi együttérzés, mert nem veszel részt a rossz karmájában. Az együttérzés nem azt jelenti, hogy gyenge vagy és mások eszközévé válsz. Ez azt jelenti, hogy megfelelő távolságból együtt érzel az ő szenvedő karmájával, és nem követed, és okay. nem azonosulsz vele. De ha elkezded ezért őt szeretni, vagy nem szeretni, akkor az azonosulás beáll. A duális viszony azonosulást teremtő. Lásd a most vázolt pszichofizikum, hogy a tudat működik. Úgyhogy nyugodtan választod le a manipulatív tudatról, hogyha sokáig egy térben kell lenned, akkor esetleg tapasztalsz egy-egy igaz pillanatot, amikor éppen nem hazudik, de a manipulatívok nagy részt hazudnak. Igen. Egyrészt maguknak, másrészt másnak. A maguknak való hazugságot nem veszik észre, a másoknak valót igen. Ez külön tragédia. Az. Egyéb kérdés? Ö Hát mondtad az egyik nemrég egy éven belüli videódban, hogy a leborulást van, akinek úgy ajánlod akár, hogy egy istenséghez a négy közül. Bóthiszatva, istenségeken nem Bót hiszatvákkal Bót hiszatvákkal dolgozunk, bóthiszatvákkal dolgozunk. Istenségeken semmi baj, sőt, a védőistenségek, mint a hat létszféra egyike, az nagyon fontos. De amellett, hogy van védőistenség mantra, és meghajlunk előttük, és leborulunk előttük, amikor én azt mondtam, hogy a négy alapminőség kivetülése, az négy bót hiszatva. Miért? Mert ők a születés és halál küszöb fölött vannak, ezt úgy tessék elképzelni, mint olyan rádióhullámokat, amelyeket hallasz, utána olyan hullámzást, amit nem hallasz. Még jobb a fény példa, az infravörös alatt és az ultraébia fölött nem látod. Viszont ezek is vannak. Tehát a transzcendens valóság az ilyen. Nem tündérmese. Tehát akinek mondjuk az érzékszervi síkhoz való ragaszkodás egy picikét is megszűnt, az ezeket a síkokat is felfogja és látja. Ez a praxis lehetséges mellékterméke, de hangsúlyozom, hogy az ember nem fő cél, hanem egy mellékjelenség lehet. Aztán mész tovább a tiszta pillanattal. A négy búthiszatvára azért van szükség, hogy a saját személyiségünk integritása meglegyen. Ezért. Tehát van a érzelmek, együttérzés. Kvanszembószál. Van manjusri, munszubószál, gondolatok, bölcsesség. Másik. Sitigarba, száll, helyes beszéd. És szamantabadra, vagy dehengbolyombószál, akaraterő, megfelelő cselekvés. Ez a tetterő, hát mind a négy előtt van dolgunk. És a mahaján a szépen kiteszi őket térbe, meghajol, tisztít, erősít, utána visszaírja a belső térbe, tudatba, és mész tovább. Ez a rituáléknak az alapjelentése és alapműködése. Nehogy azt itt, hogy te itt múzeumban vagy. Ugye nem úgy érződik múzeumok éjszakája, ugye? Nem rossz az, csak az évente egyszer van, és ez pedig nem a múltnak valamilyen tovább éltetése, de a múltbéli eszközök felhasználása a jelenben és a jövőben azért, hogy normálisabb, világosabb emberi életet éljünk egy jobb tudatminőséggel, amely valósághűbben funkcionál, nem pedig illúziók által terhelve. Ezért tesszük ezt. Tehát magunk fölé emeljük azért, hogy a legfensőbb minőségükben tapasztaljuk ezeket a létezőket, azért, hogy helyesen gondolkodjunk, érezzünk, beszéljünk és cselekedjünk. És akkor ezt a tanítomtól kéne megkérdeznem, hogy melyiket válaszom, ha azt mondom, hogy ha azt mondja, hogy választhatnék? Vagy... Hát, ha olyan tanítód van, aki azt mondja, hogy válasz, akkor kövesd azt, én azt mondom, mind a négy kell. Egyébként a tisztelet a buddháknak, ha megfigyelhet, tartalmazza mind a négyet, azt naponta háromszor így szépen finomállítjuk, egyenesbe, és kész, mind a négyre szükség van. Én benne voltam egy szerelmi háromszögben, én kaptam a legjobb barát szerepet, és egy olyan másfél évvel ezelőtt lett vége az egésznek. Szerintem ez egy elég gyakori téma. És ugye az a problémám, hogy érzelmileg gyakorlatilag ugye a végére eléggé belehűültem már, úgymond az egészbe, és gyakorlatilag szétment a kapcsolat. És annak ellenére, hogy utána ez meg lett beszélve, valahogy nem igazán tudtam feldolgozni, és bűntudatot éreztem, vagyis érzek mostanáig az egész miatt, és ez a szerelmi háromszög dolog is, mint egy ilyen karmikus, mint egy ismétlődik nálam a, az életben. Tehát ugye a másik, akivel ilyen kapcsolatba kerülök, ilyen érzelmi kapcsolatban, annak mindig párkapcsolata van, stb. És hogy ez miért lehet, vagy ez hogyan tudom önmagamban feloldani ennek a, az emlékét, múltbeli emlékét? Hát két úton. Egyrészt el kell beszélgetned apáddal. Őszintén hozd elő ezt a problémát, és kérdezz rá, de ilyen nagyon szép, jó hangulatú estén, amikor ti négy szem közt vagytok, és anya még véletlenül sincs jelen, vagy családnő tagja, hogy ez hogyan volt, apuka? Mondd el nekem, légy szíves, hogy esetleg volt a hasonló karmád, és te hogyan birkoztál meg ezzel, ha ez nem vagy csak részben lehetséges, akkor belül fel kell tenni azt a kérdést, és mindenki kapaszkodjon a padlóba, hogy ki vagyok én. Tehát egy szerelmi háromszög jó baráttag, tagja, aki tartja a gyertyát, és szolgál, és minden, és közben nézi, hogy a lámúr közben megy. Hogy kerülhettél ilyen alárendelt helyzetbe, ami eléggé, hogyha megnézed, érzelmileg, gondolatilag rád nem volt jó hatással, mert az egészséges működésedet így Telibe találta. Tehát ebben a kérdésben, hogy ki vagyok én, két hiba van. A ki, meg az én. És ez csak akkor hiba, hogyha te a nagy megvilágosodást, a nagy felébredést szeretnéd elérni, akkor a mi ez kérdés kell, mert az a kit is, meg az ént is kiiktatja. De ebben az esetben neked ez probléma megoldásra kell, önismeretre kell. És az önismeret kérdése az, hogy ki vagyok én. Az önvaló kérdése az, hogy mi ez. Ebben az esetben az önvaló kérdésével nem fogsz boldogulni, kell egy kis lazító, leborulás, egy kis átforgató, mint a kis szellemi vasvillával a karma szalmáját, egy kis mantra praxis, átforgatjuk rendesen. Ez így oké. Okay de utána ki vagyok én. És elő fog jönni az az én alkotó, amelyik ezt behúzta, megengedte, megcsináltatta veled, és ez ott van az Ahamban, ott van az Álajavicsdánában, az az énesült emlék, amely vagy traumát old, vagy karmát törleszt, esetleg mindkettő. Tehát a trauma oldása és a karma törlesztése, Tessék, aki bűntudattal él, nézd meg, hogy a kettő hogy függ össze. Okay. És akkor ezt esetleg meditációban is használom, ezt a ki vagyok én kérdést? Vagy... Igen, igen, ezt meditációban használd, és hát, hogyha így elindulsz a tisztulás útján, mert ez már egy feltáró technika, az az csak egy láttató technika. Nézd meg a nagy szemet, a vigya szimbólumát, amely minden irányban megy, a múlt jelenjövő én, más és a többiek hármasát mind látja, ha ez elég, akkor ezt belül meg tudod oldani. De hogyha az energiaszinted nem elég magas ahhoz, hogy te szellemileg autonómmá válj, akkor esetleg külső segítség kell. Ez se szégyen, nincs ez semmi baj. Egy jó terápia az önismeretben, akár csoportos, akár egyéni úton nagyon-nagyon sokat tud segíteni, de végig nem tudod vele vinni, mert egyszer csak internalizálni kell, egyszer újra autonómmá kell válni, és ezt megfelelő energiaszinten megteheted. De olyan is van, hogy valaki tényleg nagyon jól meditál, nagyon szépen, és még mindig nem vett észre magában valamit, amit a következő intim kapcsolat pillanatok alatt így elétesz, hogy Jauzsi, hát ez a baj. Eddig nem láttad? Ezer évig ültél. Én megmondom neked egy másodperc alatt, hülye vagy. Nem mondom. Na, szóval Szóval tessék ezt a maga humoros komolyságában és kőkemény relatív realitásában nézni, és akkor tudsz magadon változtatni. És az előző kérdéshez kapcsolva, ha megjelenik a négy csatorna bármelyikén is egy olyan jel, hogy te ezt újraindítanád, azt mondod, hogy nem, ezzé nem fogok válni. Kész. Én ez nem leszek. Miért nincs tökéletes büntény? Miért? mert te tudod, hogy elkövetted. Jó? Egyéb kérdés? Köszönöm. Itt elő, tessék. Most végzek másfél éves pszichodrámás csoporttal, ami által jobban megismertem magam, hogyan működök, mik a határaim, és a kérdésem az, hogy én most szeretném tehát ezeket gyakorolni, és ilyen mert hogy, hogy ezeket a határokat megismerve élni, gyakoroljam az életemet. Tedd ezt! Vagy, vagy a, a, másik lehetőség az, hogy maradjak mindig meg újra is a komfortzónán kívül, ami egy idő után így mindig, mindig rengeteg energiát elvisz. Tehát mindig, mindig megismerek új dolgokat, de azt érzem, hogy a komfortzónán kívül lenni az fárasztó. Az az állandó komfortzónán kívül levés, ami fárasztó, az önmagában egy komfortzóna. Mert állandó. Ha állandó, akkor az egy idő után kényelmes. Nem megszokod. Hogyan gyakorolsz? Hogyan ébredsz? Hogyan fejlődsz? Ez kell. Oké? Okay? Tessék összeszedni a centert, és csinálni valamit, amire visszanézés azt mondod, érdemes volt. És akkor eltűnik az a dilemma, hogy komfortzónán, belül vagy kívül, én vagy más, egyebek, tedd a dolgod. Mi a dolgod az életben? Mi a dolgom az életben? Jó hallottál, Szókratész fia, mondjad. Hát ez egy jó kérdés. örülök, hogy segíthettem. Emézd meg, jó, nem most válasz, nem kell ezt elkapkodni. Várd meg, amíg a kérdés visszaér a komfortzónádba. Szerintem már visszaért. Jó. Igen. A legközelebbi beszéden szívesen meghallgatom a válaszodat. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Van egy pár karmám, ami nem rossz, rossz tulajdonságokkal is jár, illetve ö, hátrányokkal, viszont okoz előnyöket is. És ugye itt azon dolgozunk, hogy... Befektetési tanácsadó? Annyira nem jó. Tehát okoz problémát is, de de van jó oldala és uh, itt ugye azon dolgozunk, hogy egy kicsit meg tud le, vagy teljesen le tudjuk ugye ezeket uh, tenni, ezeket a dolgokat. Igen, ez 50 és utána. É, hát ez lenne a kérdés is, hogy a, a, a tulajdonképpen, hogy, van egy, hogy van egy régi ezzel hogy egy fiatal, tűzszemű szerzetes, száznapos szóló elvonulásba akar kezdeni, és Kínában az gyönyörű hegyek egyikére egy megy fölfelé, és így determinált, és el van döntve, és végigcsinálja. És nem tudom, hogy láttátok-e, aki esetleg kínai étterembe jár, van ez a nagy hasú búth, ez a hotel. Ő a buddhista Mikulás. Oké? Okay? Mindig ilyen gyerekek lógnak az összes fülén, a zsákjában, tele minden ajándékkal hát ugye a popularizált vallás létrehozza hasonló Arhetipusokat, lehetesség figyelni azért, és meglátja a hotelt ez a szerzetes. És azt mondja, Mi oh, is micsoda jó karma, micsoda fantasztikus karma, hogy én találkozhattam most teveled, mert megyek föl a hegyre elvonulni, kérlek szépen, adj nekem egy lényegi tanítást, amelyet magammal vihetek, és száz napig őrizhetek a lelkemben. Hotel egy mozdulat, egy elengedte a zsákját, puf, lepuffant az útra. Szerzetes azonnal megérti, meghajol, haszak. Hálásan köszönöm. Már az elvonulás előtt megvilágosítottad elmémet, de kérlek, mondd meg, hogy ezután mi van? Hotel megfogta a szó nélkül, vállára vette ismét a zsákot, és ment tovább. Mi a helyes együttérzés? Miben segíthetek? Ez. És nálunk nem az a segítség, hogy azt teszem, amit a másik akar, hanem az a segítség, hogy hogyan tudom a felébredés útját megnyitni mások és magam előtt egyaránt. Tehát a maximánk, a bóthiszatva fogadalom az, hogy ébredj föl és segíts másokon, és a miben segíthetek, ezt célozza, és nem azt, hogy hát adjál még légy egy egy láddalőszert, mert szeretnék tovább gyilkolni, éppen kifogytam a 90 mm Oké? Okay? Egyéb kérdés? Amikor a dualizálásnak a motorja kezd leállni, akkor a vonzások és taszítások is kezdenek leállni, és és amikor az énségben már nincs meg ez a vonzástaszítás, és az ember már mondjuk uh, kevésbé tudja, hogy ki is ő valójában, hiszen ilyen flexibilisé válik a történet, akkor, akkor hogyan tovább? Mert hogy uh, azt tudom, hogy a, a, fogadalmak visznek túl ezen, csak uh, mégsem tudom, mert, mert a drive elvész közbe. Mert, mert addig, amíg uh, a dualizálás működik, addig vonz, ami vonz, taszít, ami taszít, és könnyű a, a döntés, és, és van drive. Viszont hogyan lehet ezt helyesen csinálni, amikor elvész a drive -t? Ne ragaszkodj az ürességhez. Tehát, hogyha a fogadalmakat tényleg követed, lásd most a négy bót hiszatva fogadalom, azt az üresség elérésen nélkül nem tudod megcsinálni, és az ürességhez ragaszkodva sem. Mm. Jó? Tehát, csináltál már valaha egy teljes nagy takarítást? Lakásban? Lakásban? Ott! Természetesen. Juj, de jó! Ugye kivitted az összes bútort? Mert ha nem vitted ki, az nem nagy takarítás. Kivitted? Hát, nem, de elhúzgáltam. Nem, de. Hát akkor hogy beszélhez te éntelenedésről? Tételezzük fel, hogy olyan nagy takarítást csinálsz, hogy az összes bútort kiviszed. Jó. Mindent. Faltól falig üres a szoba. Kiortad az összes karmádat, oké? Okay? És miután kitakarítottad a szobát, ránézel a kint heverő bútorokra, és látod, hogy na ezt így nem viszem vissza. Ezt is leporolom, azt is megszögelem, ezt lomtalanítom, és kész. És utána visszaviszed a bútorokat. Na most az a Bea, aki kihorta a bútort, az a Bea, aki kisöpörte az üres szobát, és az a Bea, aki visszahorta a bútort, az azonos vagy különböző? Tá! Tedd félre. Egyéb kérdés? Amikor szétesik az ember személyisége, tulajdonképpen, vagy leépül a, 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 az énsége, az én képe, ö, akkor a személyiségével mi történik? Tehát, hogy a személyiség maga meg. Nagyon jó, jó kérdés. Ha az önképet azonosítod a személyiséggel, szétesel, de darabokra, tehát működésképtelennél válsz. Ha folyamatban megtanulod megkülönböztetni az önképet, tehát az ego burkot a személyiségtől, akkor letisztulsz. Ragaszkodsz a karmádhoz, pusztulsz, nem azonosulsz a karmáddal, tisztulsz. Egy rövidet kérdezhetek még ezzel kapcsolatban? Ez hogy... a meghajlás, ez a Siva Isten megtestesülése előtt. Tessék, kérdezhetsz. Tehát, hogyha, hogyha eléri az ember a, az én képnek a lebomlását, és a személyisége megtisztul, akkor utána egy ilyen szangvinikus, érzelemmentes. Fogalmunk sincs. Hát annyi karma van. Ez nem az, hogy te valamilyen új, tehát B pluszos személyiségé válsz, hogy a bóthi plusz oda beköszönt. Nem. Nem. Hát, hát akkor injekcióval be lehetne adni. Tök egyszerű. Rádakasztom a buddha személyiségét, és te úgy megvilágosodsz, mint a helydermény. Hát ez nem így megy. A sajátodat. Érted? Azt a drága látost, azt megsurikálod, lásd előbb a nagy takarítás hasonlat, és akkor mész tovább már egy teljesen más hozzáállással, hogy nem rólam szól. Okay. Nem én vagyok a legfontosabb, nem én vagyok a világ közepe, nem az én jólétem a legfontosabb. Tehát akkor az én már megtanult meghajolni valami nagyobb előtt, mint önmaga, és szolgálja azt. Ez elképesztően egészséges tud lenni minden helyzetben, párkapcsolatot, családon át, csoportban, és ez nem megfelelési kényszer, nem szolgalelkűség, hanem egy nagyon világos, kreatív, önzetlen belesimulás abba, ami egyébként is körülötted van, amiről egyébként is szól az élet, és az ember a saját önzése miatt eddig ezt nem volt hajlandó észrevenni. Ennek az egyik ilyen története, hogy palota, hosszú asztal, teletál, tál, minden tele van étellel, és az emberek mégis éheznek. Miért? Mert ilyen hosszú nyélen rá van kötve a karjukra az evőeszköz. És mindaddig, amíg csak róluk szólt ez a dolog, megpróbáltak magukat élelmezni, és nem ment. És, és szörnyű ilyen harcok vannak, meg egymáshoz csapkodják ezt az egészet, letolják a másikat a székről, ugye? És aztán egyszer csak rájönnek, hogy egymást kellene eltetnünk. Egymás szájába kéne így adnunk a falatot, mert másképp nem megy. És hirtelen megváltozik az egész. Ehhez nem kellett a szobát ott átrendezni, más ételt rakni, az, az, az asztalra, vagy elhúzni a függönyt, ez belül kellett egy kapcsolónak, az önzés kapcsolnak átváltani önzetlenségbe. Ez ennyi, semmi több. De ez mekkora munka, te. Tehát úgy kötődünk az önképünkhöz, hú, nagyon kemény. Láttál már kisgyereket tükörbe nézni? Sokszor. Ugye? És amíg nincs tisztában önmagával, teljesen, csak így meglátja, hogy mozdulok, mozdul. És így megtapsolja. Érted? Meg rámosolyog. Meg volt úgy, hogy így rátapad. Még nem tudja, hogy ő, de már kezdi. Érted? A felnőtt ilyet nem csinál a tükörben. De a társadalomban igen. Ott puszilgatja az önképét. Ott rátapad. Ott érvényesíti. Meg, hogy én vagyok a legjobb, meg a legokosabb, meg a legsikeresebb. Ez ugyanez, megtapsolod magad a tükörben. Tehát ez, ez, nagyon egyszerű, és nem egy fix karmát kapsz az eddigi csúnya, rossz, önző, énes karmát helyére. Hát akkor elmész az önzetlenségbótba, tudod, ott van a buthák bevásárló központjának a 108. emeletén, oda mész, megkapod, megveszed, hazaviszed, kibontod, kész. És most nem téged minősítelek, ezt nagyon sok ember nyugaton így szeretné. Ezt hívják spirituális materializmusnak. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Utolsó kettő darab kérdés, és boldogan megyünk haza. Tessék. Mi oldja a helytelen kapcsolódástól való félelmet? A helyes kapcsolódás. Egyszerűen az, hogy látod, hogy tudsz változni, be tudod látni a hibádat, tudsz javítani, és Szerintem a legnagyobb dolog az, hogy bűntudat nélkül beismered a hibádat. És itt van egy együttható, minél kevésbé vagy hajlandó azonosulni a rossz karmáddal, annál kevésbé vagy bűntudatos, és annál nagyobb az alázat a javításra. Tehát az én szótáramban a bűntudat és a tényleges alázat fordítottan arányos. Ha valaki ragaszkodik a karmájához, olyan büszkén tud bűntudatos lenni, hogy letarol minden erényt. Oké? Okay? Így. Nem szeretnék mindenkinek segíteni, csak az, aki kéri. Viszont ö, akikkel együtt élek, azoknál látom, hogy szenvednek, és ez nekem is fáj. Szeretnék segíteni, viszont ö, amikor megpróbálok segíteni, akkor mindig elutasítanak, illetve... Köszönt meg! Mert te akartál, nekik nem kell. Ez az ő problémájuk. De ne legyél légy szíves, alárendelt ezáltal, hogy könyöröksz azért, hogy te segíthess. Várd meg, hogy ezt ők akarják. Tehát, hogy segíthetek neked ebben és ebben akkor, hogyha te ezt akarod, és légy szóljál. Ezért ezt végtelenre töltötted. Teljesen jó. Következő? De, közben nekem fáj. Tehát nem Ó, veszem magamra. Te, te, mit akarsz bizonyítani? Semmit. Te jótét lélek. Meg akarsz felelni valakinek? Nem. Hát akkor miért fáj, hogy nem akarnak a segítségeddel élni? Fáj a szenvedésük. Aha. Az a baj, hogy neked jobban fáj az ő szenvedésük, mint nekik, maguknak. És akkor elmondom, hogy hogyan segíthetsz nekik. Figyelj, nagyon jó. Tedd őket érzékenyebbé hogy nekik is legalább úgy fájjon a saját szenvedésük, mint neked. Nekik szerintem jobban fáj. Nem, most mondtad, hogy neked jobban fáj az, az ő szenvedésük, fáj. mint nekik. Ez azt jelenti, hogy ők nem elég érzékenyek. Még ha jobban is fáj, szerinted ezt ők nem érzékelik. Tedd őket érzékenyebb, és ezt ott hogy lehet csinálni? Készülj föl, hogy dobják hozzád majd a tojást, meg a húst, klopfolót, hogy kérdezel, látod-e, hogy... Kettős pont. Hallod-e azt, amit most mondasz? Kettős pont. Látod-e a te tetteid eredményét, amit most éppen bal kézzel tette, jobb kézzel szeretnél eltörölni? Eltöröl Látod ezt? Kérdezzé. Meg fogja szűrni a realitást. Jó? Erre, erre mindig olaszos a válasz. Mondtam. Viszont... Olaszos a válasz. Rendben van. Viszont, amikor félállok és hagyom, hogy nekik fájjon, mert hogy nem kérnek segítséget, akkor meg ö, szerintük közömbös vagyok. Akkor kérdez ismét, és beindul az olasz konyha. Történt egy pár hónappal ezelőtt a, mm, egy traumó velem. A fiam beteg volt, és hát eléggé állapotban volt, és szadnom kellett vele a kórházba. De hát ez egy elég hosszú procedúra volt, és azóta azt érzem, hogy mert ez este történt, és, e és mindig amikor eljön az este, akkor valahogy feljön ez az egész dolog, hogy ezzel ezt hogy tudnám feloldani, vagy vagy. vagy hogy milyen gyakorlatot tudnék esetleg erre? Itt van az, hogy éneklés, leborulás, ülés, ez alap, viszont itt van egy specifikus dolog, ami nem zen, ez kicsit európai, de be kell most emelni, ez úgy, hogy megbocsátom magamnak, hogy itt biztos te egy kicsikét azért önkritikus voltál, hogy hogyan került a gyerek oda, hogy viselkedtél benne, azt, hogy nem tudtad megmenteni, hát ezért apák, mi vagyunk a védelmezők. Mi vagyunk a fenntartók, és hogyha nem tudjuk megvédeni a gyereket, akkor mindenünk sérül. Tehát először is meg kell bocsátanod magadnak azt, hogy nem tudtad megvédeni a gyereket attól, hogy. És ő most jól van. Tehát az, hogy ő most jól van, most este, az aznap estét előbb-utóbb semlegesítenie kell. Tehát ezt azért tedd, mert hogyha ezt te viszed magaddal, mint negatív öntudatot, ez meg fogja ismételni önmagát. Miért? Mert van egy ilyen mondás, nagyon szakszerű, egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. És ha ezt te tudatosítod, és megbocsátod magadnak, és esetleg a pár résztvevőnek, akivel szintén elégedetlen voltál, abban a pillanatban kiszedted az állaja vizsnánából, leszedted róla a polaritást, a jó vagy rossz polaritást, megláttad a maga ilyenségében, és engedted visszaintegrálódni a személyiséged megfelelő részébe, amit úgy hívnak, hogy tanulság. Ha tudatosan a tanulságba helyezed, akkor nem fog megismétlődni, mert betöltötte a feladatát, tudatossá vált, és így tanított. Nincs más. Meg kell bocsántanod magadnak azt, hogy az az este olyan volt. És lehet egy csomó mindent levonni, hogy ezt legközelebb így csinálnám, azt sehogy másképp, stb. stb. De amíg ez egy traumatikus emlék, addig ismétlődik. Ez a durva. Erre tessék figyelni. Tehát amikor meditálsz, és ezért kapcsoljuk ki a dualizáló önképet, akkor a tiszta tudat tükrében a karma úgy jelenik meg, ahogy van, a maga ilyenségében. Ekkor tudsz megszabadulni tőle. De hogyha a poláris minőséget, a jót, a rossz, az ént, a mást, a múlt jelen jövőt benne hagyod, körpályán hagyod, amelynek a középpontjában az éned áll. És meg fog ismétlődni mindaddig, amíg az önképedet ki nem rakod középről. És ez nem, nem szünteti meg a felelősségvállalást, de a bűntudatkeltést azt igen. Ekkor szabadulsz meg. Köszönöm. Szívesen. Ott. A déli felajánlás végén van, egy, van az a mondat, hogy legyen az adományozó része határtalan, tökéletes erény. Jól és, és az nekem az ilyen nagyon ilyen önképépítően egoista valaminek tűnik, és mi annak a igazi ne jelentése? Az igazi jelentése az, hogy legyen az adományozó része határtalan, tökéletes erény. De az adományozó ne gondolja azt magáról, hogy ő határtalanul és tökéletesen erényes. Tehát mindenkihez jusson el a hála csomagja, energetikailag, tudatilag, de nehogy ebből egoitást gyártson le, mert akkor az összes erénye elvész. Tehát amikor te ént csinálsz, akkor az erény mezejét írtod. Ezt szoktam mondani, hogy kiégeted az univerzális bankszámlád utolsó betétjét is. Ha én hogy én milyen jó voltam, én milyen nagyvonalú voltam, én meg én meg én, én kiirtottad az erényt. Tehát, így végezettől, Buti Darmának nagyon sok sztoria van, de ami engem nagyon megfogott, az az volt, amikor Vu uralkodó elé úgy járult, hogy három párbeszédből, egy pár beszéd hármas kérdés válaszából tényleg kiderült, hogy ő kicsoda. És az uralkodó buddhista volt, de nem zengyakorló. Ezt egy uralkodó nem tudja. Azt hitte, hogy mivel buddhista tanító bóthidarma, ezért tényleg közös hullámhosszon vannak, és az uralkodó így levizsgáztathatja a bóthidarmát. És a következő történt a botidarma híre azért megelőzte őt. És fogadta, megkérdezte, számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetes támogattam, mennyi erényt szereztem ezáltal? Semennyit. De hát akkor mi a szentiratok jelentése? Végtelen tér, semmi szent. De akkor kiáll előttem? Fogalmam sincs. Na, ez a buddhizmus és a zen közötti különbség, és az uralkodó Kottából a Lótusz szútrából dolgozott, amit mondjuk egy udvari szerzetes, egy egész estét betöltő szútra mester, az, hogy szépen megtanít neki, és hát meg akarta fogni a nagy tiszteletű tanítót, hogy hát ha végtelen, akkor mennyi az erény? Hát akkor végtelen az erény is. Abban a pillanatban, hogy szereztem ezáltal, nulla. Nulla. Mert énesült. Arra kéne használni az erényt, hogy az énedet felold, azt az energiát, amit ezáltal kapsz. Ez az erénymezeinek a művelése, hogy előbb-utóbb te is tudsz gyakorolni, és megszabadulsz a téves nézeteitől, beleértve a hamis önképet is. És innentől kezdve már csak lefelé ment a dolog. Mert akkor rákérdezett Bóthi Darmánál, hogy de hát akkor mi a szentiratok jelent? És ez a telefonos segítséget kérek, mert ezt a kérdést már nem tudjuk megoldani. És akkor Bóthi Darma így, tudod, katapultálta így az égbe, egy végtelen tér, semmi szent. És utána már csak egy ilyen hatalmas nagy köd volt szegény uralkodó köl, és maradt egy fix pont, Bóthi Darma képen előtt állt, és feltette a legutolsó és a legelső kérdést, hogy valójában te ki vagy, barátom? és még nagyobb tér keletkezett, mert nem volt hajlandó énesülni, és azt mondja, hogy Woo, shun", az azt jelenti, hogy nincs egyén, nincs fogalom. És ez a don't know, vagy not knowing, nem tudható, a köznyelben az a nincs fogalom rá, vagy fogalmam sincs. Ez az, amikor ide visszatérsz az interjú szobában, ahogy ezt te tegnap, tegnap előtt, és azelőtt megtetted. Kívánom, hogy mindannyian térjünk vissza a nem tudható gyönyörűséges tapasztalatához, és szabadítsunk meg minden lényt a megfelelő úton, az érzékenység és erő felébredés és fejlődés útján. Köszönöm a figyelmet!